Az RMDS támogatásával és együttműködésével kezdetét vette a Rákóczi Szövetség Magyar Iskola Választást Ösztönző Programja, amelynek már Maros megye Szorvány térsége is részét képezi. Elsőként a Vámosgálfalvi óvoda magyar tagozatának nagy csoportosaihoz, illetve szüleikhez vitték el a bátorító üzenetet. A Rákóczi Szövetség 2004-ben Felvidéken indította el a Magyar Iskola Választást Ösztönző Programot, mára azonban egyre több területre kiterjed Erdélyben is. Kampányukkal minden évben igyekeznek tenni azért, hogy a beiratkozási időszakban minél több család válasszon gyermekének magyar iskolát. Ez a célkitűzés az RMDS Maros megyei szervezetének szemléletével is egybecseng, hiszen két éve a megyében elsőként Szászrégenben is környékén terjesztették ki a programot, január 20-án pedig a Vámosgálfalvi óvoda magyar tagozatának nagycsoportosaihoz és szüleikhez juttatták el az üzenetet egy jelképes ajándék kíséretében. Én úgy gondolom, hogyha óvodai szinten vagy kisiskolás szinten magyar oktatási intézetekbe járnak a gyerekek, akkor egész biztos, hogy igényük lesz, hogy majd középiskolai vagy felsőoktatási szinten is magyar oktatási intézetekbe tanuljanak, és én pedig abban reménykedek, hogy így lehet a gyerekeket biztatni arra, hogy igenis itthon maradjanak, itthon alapítsanak családot, itthon dolgozzanak, hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. A magyar iskola választás örökség. Az évszázadokon át továbbadott magyar nyelv és kultúra olyan érték, amelyet megőrizni erkölcsi kötelesség. Emellett kialakítja a gyermek biztos identitását, ami abban segíti, hogy az egész Kárpát-medencében otthon érezze magát, fogalmazott a Rákóczi Szövetség elnöke. Csáki Csongor megígérte, a szeptemberi iskola kezdést követően a magyar iskolába iratkozó gyermekeknek jó minőségű iskolatáskát is ajándékoznak. A magyar iskola garantálni tudja, és egyfajta záloga annak, hogy az a közösség, ami itt él sok száz éve, az meg tud maradni, meg tudja őrizni a jövőjét, és mi ebben szeretnénk itt Maros megyében, a Maros megyei Szorványban is a szülőknek egy bátorítást adni, abban a hitükben megerősíteni őket, hogy a magyar iskolával a legjobbat teszik a gyermeküknek és a közösségüknek is. Balogh Elemér szerint az önkormányzatok szerepe is fontos abban, hogy megfelelő környezetet alakítsanak ki az oktatási intézményekben. Nagyon síralmas a helyzet, és nagyon szomorú, hogy egyre kevesebb gyerek van a Kiskükülő mentén. Én mondhatom, hogy jelenleg egy szerencsés helyzetben vagyok, Vámosgálfalván, mivel az utóbbi időben eléggé megnőtt a gyerekeknek a létszáma, és örvendetes számomra, hogy így be tudjuk fogni a Rákóczi Szövetségen keresztül is a gyerekeket. Az elkövetkező napokban az RMDS és a Rákóczi Szövetség a jelképes ajándékot és a szülőknek szóló üzenetet a Maros megyei Szorvány többi nagy csoportosaihoz is eljuttatja, Dicsőszentmárton, Segesvár, Nagysármás, Radnót és Maros-Ludas térségében.